Eltelik a vizsgaidőszak, és már lógok nektek egy vizsgaidőszakos vloggal, úgyhogy a mai napon remélhetőleg ezt fogjuk felvenni. Az első vizsgán ugyan már túl vagyunk, tegnap reggel volt, és a következő vizsgám azt hiszem csütörtökön lesz. Ma kedd reggel van, és anyával van egy gyors elintéznivalónk, úgyhogy most gyorsan megpróbálom nektek eldarálni ezt a kis bejelentkező szöveget, mert késésbe vagyok, és vezetés közben még nem nagyon szeretnék videózni. Egyrészt azért, mert van itt egy ilyen kis kapcsos valami, amit ahova fel tudnám elvileg rakni a telefonomat, de nem tudom, hogy kell elforgatni, és baromira nem tetszik, hogy hol van, milyen helyen van. Ez az egyik, másik meg nem szeretném összetörni rögtön reggelre az autót, úgyhogy most kedd reggel van, amint már mondtam, és indulunk anyával. Nem is tudom, hogy hova megyünk, mindegy, teljesen mindegy. Egy ilyen kis kedd reggeli csajos program lesz, aztán pedig jövök vissza a városba, remélhetőleg minél hamarabb, és megyünk ajándékot venni és tanulni. És már itt vagyok a városban, sikerült megérnem viszonylag gyorsan ezt a kis szösszenetet, úgyhogy most gyorsan elszállom még nyomtatni, mert ki kell nyomtatnom azt a néhány oldalt, amit néhány száz oldalt, azt a 35 tételt, amit holnap után reggelre meg kell tanulnom. Amúgy ez elég izgalmas lesz, viszont azt mondták a többiek, akik így felsőbbévesekkel szoktunk kontaktolni, meg kommunikálni, hogy elég lesz rá. Szóval nagyon-nagyon bízom benne, hogy valóban igazuk van, és tényleg elég lesz ehhez a másfél kötőjel két nap. Szóval most gyorsan kinyomtatom ezeket a kis jegyzeteket, vagyis hát a kidolgozott tételeket, aztán beülünk, nekiülünk tanulni. Kiraktam közben egy kérdésmatricát Instagramra, hogy azokat a kérdéseket ebben a videóban megválaszolom, így az üres járatokban, és nagyon sokan kérdeztétek, hogy hány vizsgám van ebben a fél évben, ami amúgy teljesen jogos, mert ezt úgy elfelejtettem említeni, viszont ezeket nem is nagyon szoktam, mert ez teljesen variábilis, hogy most éppen hogy alakul, hogy hány vizsgát bukok el, vagy hány vizsgát nem bukok el, vagy hogy ez így hogy lesz. Illetve én nem szeretem így előre kijelenteni, hogy most mikor és hogy vizsgázom, és beosztani ezt szerint az időmet. Nyilván a vizsgáimra úgy készülök az adott következőre, hogy készülök. Szóval, hogy nem az van, hogy így tologatom, meg hogy így elodázom, csak sokszor soha nem volt még olyan a négy fél év alatt, hogy felvettem volna novemberben a vizsgáimat, és egész februárig azt szerint mentem volna. Szóval általában szoktak változni, és akkor így szoktam kalkulálni, hogy most mire mennyi idő marad, mire mennyi idő kell. Arról nem is beszélve, hogy az esetek 80%-ában nem sikerül is felvennem a vizsgákat, ahogy szeretném.
jöttem haza, és most fogok elkezdeni nekiülni még körülbelül egy ilyen 2-3 órát tanulni. 4 óra múlt egy picivel, szóval olyan 8-9-ig tervezek tanulni, aztán arra gondoltam, hogy 9 körül átmegyek a konditerembe, és edzek egyet, mert már nem voltam szerintem több mint egy hete. És most már minden bajom van, szóval, hogy így fáj a hasam, nem vagyok jól. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most ott jól lefárasztom magam, és edzek egy jó nagyot. Szóval nagyon-nagyon sokan kérdeztétek, hogy így amúgy mivel telik egy ilyen átlagos tanulós nap, és tényleg így hogy néz ki az egész nap tanulok, vagy azért így vannak között a szünetek. Hát a mai az elég elbaszottra sikerült, hogy úgy szépen fejezem ki magam, mert kb. Rohangáltam jobbról balra és balról jobbra, és amúgy ez az esetek 90%-ában így is van, viszont egy ilyen intenzívebb, tényleg tanulósabb napon úgy néz ki, hogy reggel felkelek, és bemegyek vagy a könyvtárba, vagy hogyha itthon vagyok, akkor itthon vagyok, és tényleg elkezdem nyomni, hogy akkor mit tudom én, 9-től 2-ig, 2-től 1-2 óra pihi, és a 2-től még tovább ilyen, vagy hát 2:30-3-tól tovább ilyen este 8-ig, akkor elmegyek edzeni, és akkor utána, ha hazaértem, akkor variábilis, hogy a kondi után még van erőm leülni. Bár általában amúgy én szeretek így mozgás után tanulni, szóval, hogy nekem ez így feltöltődés szokott lenni, hogy kicsit felébredek, meg ilyenek, úgyhogy így szokott kinézni. Szóval egy valamit még meg szerettem volna nektek mutatni, ugyanis jött egy csomagom a Biodermától, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt nem mutatom nektek, hogy mi van benne, és hogy megköszönjem nekik, hogy gondoltak rám, ugyanis volt velük már egy együttműködésem a nyár folyamán, és most tele van ilyen műhóval. Amúgy nagyon szép kis doboz van. Lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha leraknám most ezt ide, és így mutogatnám meg nektek, úgyhogy most ezt fogom tenni. Megnézzük, hogy mi van benne. E-mailen kontaktáltam a kincsővel, aki a Biodermában intézi így a PR dolgokat, és kérdezte tőlem, hogy milyen típusú bőröm van, úgyhogy most így személyre szabottan állítottak nekem össze egy kis csomagot, aminek a legjobban örülök és a legjobban kíváncsi vagyok rá, az ez a kis lipstick, mert említettem nektek is, hogy nagyon-nagyon száraz a szám, és nagyon sokan ajánlottátok a Biodermának ezt a kis szőlőzsírját. Ha jól látom, akkor arckrém, ez pedig talán egy kézkrém, ha minden igaz, úgyhogy ez pedig tea. Ezzel már szemeztem egy ideje. Ez ilyen sült, tengerszemsült tea eredeti vörös áfonya. Kíváncsi vagyok, és ki fogjuk próbálni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a csomagot a Biodermának. És ha már bontogatunk, akkor nem maradjanak el az adventi kalendárium sem, ugyanis képzeljétek el, hogy idén szerintem életemben először van adventi kalendáriumom, kivételesen szépségápolási, méghozzá a L'Occitane-tól, ugyanis képzeljétek, hogy néhány héttel ezelőtt kitettem egy sztorit egy adventi kalendárium válogatást, mert sokan kérdeztétek tőlem amúgy, hogy tervezek-e valamit venni, illetve hogy miket ajánlanék, és erre felosztottam meg az én kedvenceimet, és a L'Occitane volt olyan kedves, hogy írt nekem, hogy küldenének nekem egyet, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon köszönöm, feldobtátok az egész hónapomat, a december hónapomat, ugyanis azóta lelkesen, mint valami kisiskolás nyitogatom az adventi kalendáriumokat, illetve a kedvenc adventi kalendáriumot megmutatom, amit minden évben anyukámtól szoktam kapni. Egy Ferrero Rocher bonbon doboz, amiben amúgy nem viccelek, de pontosan 24 darab csokoládé van. Viszont most nézzük is meg, hogy mit rejt a mai kalendárium. Na nézzük, hanyadika van? 16, 16, 17, hol van, itt van.
se a vajas kézkrém lapult a kis kalendáriumunkban. Én nagyon-nagyon szeretem a L'Occitane-nak a se a vajas kézkrémét, évek óta amúgy ezt használom, hogyha tényleg nagyon-nagyon rossz és száraz állapotban van a kezem, és ennek is az intenzív verzióját, szóval ezt a kis picikét csak nekem nagyban van meg, és most nagyon-nagyon örülök, hogy ez meglett nekem milyen kis változatban is, mert ha jól tudom, akkor az intenzből csak a nagy kiszerelés van, szóval nem lehet belőle 30 milliset kapni, hanem talán csak a 100 vagy 50, 100 milliset, igen. Úgyhogy nagyon szuper, hogy most lehet belőle egy ilyen kis utazó verzióm is. Időközben csütörtök délután lett, és azért látjátok, hogy ilyen designer táskák vannak a szemem alatt, legalább ott, mert ma volt a vizsgám reggel, és nem sikerült túl sokat tegnapról mára aludnom, mert egész sokáig bepánikolva tanultam az anyagot. De most már legalább tudok nyilatkozni az elmúlt másfél kötője két nap kivitelezéséről és eredményéről. Ötös lett, szóval ötös kaptam a vizsgán, ami amúgy egész jó hír, és ami még jobb, hogy eszméletlenül cuki volt a vizsgáztató, egy ilyen idős bácsi volt, és nem is tudom, hogy volt nekem már valaha ennyire jó vizsgaélményem. Úgyhogy utána lévő, a napom hátra lévő része viszont úgy telt, hogy hazajöttem, egy picit összerámoltam, és meg volt beszélve egy találkozom be a városba, ugyanis oda kellett volna adnom a nyereményjátékot, az egyik nyereményjáték győztesének a nyereményét, viszont hát időközben lemondta. Ezt amúgy annyira nem szeretem, mert ilyenkor pontosan az van, hogy így ezért szoktam bemenni a városba, és van, hogy direkt így otthonról megyek vissza, vagy nem tudom, és na mindegy, szóval most volt egy felesleges köröm, de legalább beültem az egyik kávézóba, és elkezdtem megvágni a videót, és ott szembesültem vele, hogy elköszönő szöveget viszont nem vettem föl. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy valamennyire azért használható volt, és nem csak azt láttatok, hogy így rohangálok jobbra-balra. Szóval valószínűleg lesz még következő rész is, mert amúgy én is nagyon szeretem felvenni ezeket a kis videókat, és így legalább én is motiválva vagyok arra, hogy tanuljak, és ne csak keseregjek egész nap. Úgyhogy remélem itt lesztek velem a következőbe is, ha igen, akkor találkozunk, akkor sziasztok!